hagyományoknak megfelelően a Petőfi Művelődési Központ adott otthont az idei Baba köszöntő rendezvénynek, ahol ezúttal a 2019. július 1. és december 31-e között született apróságokat ünnepelték. Eredetileg tavasszal rendezték volna meg az eseményt, a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet azonban felülírta ezeket az elképzeléseket. Július 29-én viszont már semmi akadálya nem volt a köszöntésnek. Tóth Nikoletta, a Szentesi Horváth Mihály Gimnázium tanulója szavalattal és énekkel is készült, majd a város polgármestere Dávid Zoltán köszöntötte a vendégeket. A város életében csodálatos dolog, azt gondolom, kisbabákat köszönteni, újszülötteket köszönteni, és így úgy gondolom, hogy a város, mint városvezető, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy én köszönhetem most itt 98 kisbabát és a szüleiket. Úgy gondolom, hogy az a támogatási rendszer, akár a városban, akár országosan, ami megmutatkozik, az mindenféleképpen kedvet ad ahhoz, hogy gyermeket vállaljanak a szülők. Ezt követően egyesével szólították a város legifjabb lakóit és kísérőiket, hogy átvehessék ajándékcsomagjaikat. Így tett Szurpásné Todorán Enikő és kisfia Benedek is, aki igazi harcosként védte meg édesanyját mikrofonunktól. Jó volt, ez egy jó lehetőség. A kisfiam, a nagyobbik kisfiam, ő most 5 éves, pont ma töltötte, akkor még nem volt ilyen baba köszöntő ünnepség, úgyhogy most számunkra ez egy új dolog volt, de egy nagyon kedves gesztus a várostól. Benedekkel együtt ezúttal összesen 98 babát ünnepeltek, akik babanaplót, köszöntőkártyát és babarágókát is kaptak ajándékba.